Nem sikerült Fekete György eltávolítása a Magyar Művészeti Akadémia éléről, hiába kérték az elnökségi tagok, hogy mondjon le, a magyar kultúra legfontosabb intézményének tartott MMA elnöke egy véleménytisztázónak tartott megbeszélés után maradt. A hír sokakat meglepett, hiszen azt várták, Fekete megfontolja a kifogásokat és benyújtja lemondását. Az elnökség a hírek szerint azt is eldöntötte, ha Fekete magától nem mond le, összehívják a közgyűlést, és a tagok menesztik az elnököt. Ungvári Tamás a vendégem. Jó estét kívánok! Kezdi csokolom! Na hát, abban reménykedem, hogy önnek vannak valami belső információi, ha itt állítólag mindenki azt akarta, hogy az elnök úr most a megnyilatkozásai után tényleg köszönjön el ettől az intézménytől, majd utána azt mondják, hogy jót vitatkoztunk, és elnök úr marad. Mi történhetett? Hát információm természetesen nincsenek, csak történelmi információim. Tudom, mert ez hogy, már történelem? Nem, úgy történelem, hogy tudom, hogy hogy született az MMA, vagyis a Magyar Művészeti Akadémia. Tudom, hogy ez egy magántársaság volt, konzervatív magántársaság, amely első születésétől kezdve, talán 92-től kezdve, riválisa volt a Magyar Tudományos Akadémia által létrehozott Széchenyi Művészeti Akadémiának. Hogy aztán hogy történt az, hogy nekünk két művészeti akadémiánk van, és az egyiket támogatják, a másikat kevésbé, ezt nem lehet megfejteni. Én úgy gondolom, hogy érthetetlen, hogy ez köztestületté vált. Az is érthetetlen, hogy ez valószínűleg Fekete György belső építész lobbizta ki, és az is nagy valószínűséggel, hogy ő úgy kapaszkodik a székébe, hogy senki. Ja, mit tud Fekete György belső építész, hogy egy ilyen intézményt és ekkora lehetőséget kap? Ó, semmit nem tud, ez nem követelmény. Nem, ez nem igaz. Ebben a tárgyban semmit nem tud, nem vezetett még akadémiát. Jó, hát akadémiát, tehát tapasztalata biztos nincs, de mitől ilyen fontos ön szerint? Hát valaki kilobbizta ezt a Magyar Művészeti Akadémiát, amelynek tagjai, amelyek nem választott tagok, hanem hirtelen tagok lettek, semmifajta kritériuma nincs a tagságnak, hanem Makovec és a vezetőség megválasztotta egymást. Ez köztestületté változott, aminek hatalmas befolyása van. Ezt úgy képzelj el, hogy a magyar, ez a MMA, a Magyar Művészeti Akadémia, ez a kulturális minisztérium. A teljesen azokkal az erőkkel, amelyel egy minisztérium rendelkezik. Fekete György, ha nem tudná, akkor az egy miniszter, aki beleavatkozik a kultúrába, időnként megkapja a műcsarnokot, sőt, hát amikor Kossuth díjat adtak ebben az esztendőben Fekete Györgynek, akkor ő a saját pénzén a Kossuth díját, mint mondja, megrendezte a saját kiállítását egy közintézményben. És akkor meghívott a születésnapjára 100 embert, és azt is magán célokra használta föl, természetesen a közintézményt. Valamit tud, ebben magának van persze igaza, azt tudja, hogy hogy kell alapítványokat közintézményé tenni. Most, ha igaz, amit az alapítvány csinál, akkor ő fogja meghatározni a Kossuth díjakat, József Attila díjakat, mindent ő fog meghatározni, mert alternatív intézményé változott. Most emlékezzen arra, nem akarom végigbeszélni ezt a baráti beszélgetést, csak azt mondom, emlékezzen arra, hogy hogyan született ez az egész dolog. Balogh Zoltán, aki szintén miniszter, tehát két miniszter van, ugye? Balogh Zoltán miniszter úr azt mondta, hogy mindenki menjen be a Magyar Művészeti Akadémia. Hogy mit jelent ez a menjen be? Ez először is, hogy valaki így mer fogalmaz, menjenek be. Hát annyit jelent, hogy az állam az egy kicsit eltolta magától a művészettel való gondoskodást. Tehát ott van El Simon László. Mondjuk ott van még, azt hiszem, ha így gondolhatom, mert az El Simon Lászlónak a hatalmát, ez a kinevezés, vagy nem tudom micsoda, ez teljesen megnyírbálta. Na most azt se felejtsük el, hogy annak a történelmek mindig van gyönyörű iróniája. Ezt a NKA-t, a Nemzeti Kultúrás Alapítványt, vagy mi a csodát, ezt eredetileg Fekete György a régi nevén Rapid Gyuri alapította. És akkor most El Simon örítő tempókkal elintézte, hogy tulajdonképpen ő a NKA tulajdonosa, vagy fő kurátora. Nála kasszakulcs. Nála van a kasszakulcs. Hát illetve név szerint Balogh Zoltánnál van, de hát ő az alelnök, és minden igazság forrása.
És akkor most két elsimon hivatal van. Hát igen, két. Egyfelől Fekete megmondja, hogy mit kell csinálni, másfelől elsimon megmondja, és aztán végül Balogh Zoltán megmondja. Ugye megmondta, hogy menjen, minden művész menjen, mert ott lesz a pénz. Most ez a menjen, ez annyit jelent, hogy már itt valahol talán az ATV-ben, ugye ezt kipödörítették már ezt, hogy Jankovics Marcell azt mondta, azt hiszem a Szabad Szemmel című műsorban, hát akkor az ötlete szerint minden ilyen középdíjas menjen be. Tehát legyen az akadémiának kb. 1500 tagja, mert a József Attila sok, Erkel díjasok, Balázs Béla díjasok, mind menjenek be az akadémiára. Mi értelme ennek? Hát az egésznek az az értelme, hogy itt mindenki arról beszél, hogy van kultúrharc. Kultúra az eredeti értelmezés, nem a Bismarcki értelmezés szerint, hanem a mai értelmezés szerint, ugye a bal oldal és a jobb oldal között lenne kultúra. Tehát, hogy ha egyik oldalon áll, nem tudom én, az akadémikus... Tudom, hét szűk esztendő, ezt is megtanultatok. Igen, hét szűk, de Olga, nagyon szépen kérem, itt úri emberek is vannak az egész épületben, hát a Kerény Imrét nem szabad idézni, az kívül van már mindenen. Tehát szétszűk ezt, aki ilyet mer mondani, már ne haragudjon. De nem erről van szó. Tehát nem a két old, nem a Kerényi Imre idézőben mondom, harcol akárki, még csak nem is az alföldi harcol a Magyar Művészeti Akadémia. Ki harcol kivel? A Magyar Művészeti Akadémia tagjai harcolnak egymással, és harcolnak az igazi minisztérium ellen. A kultúrharc az a jobb oldalon belüli pozícióharc. Valaki rosszat akart elsimonnak? Senki nem akar rosszat elsimonnak. De valaki rosszat akart neki, és ezért létrehozta a Magyar Művészeti Akadémiát? Nem, hanem a mindenkinek a hatalmát meg akarják nyírbálni egy kicsit, amennyire lehet. Ez minden egyes politikai mozgalomban így van. Azt hiszik az emberek, hogy a Biszkó-elvtárs és a Kádár-elvtárs között a nagy különbség volt, és akkor előre tolnak ilyen pártkatonákat. Az elsimon szerintem a maga módján nagyon jól csinálja a dolgát, mert próbál egy kicsit félig objektív lenni. A pokol, ugye, amikor mondjuk a Nemzeti Színház körül kitört, mert az a pokol, az Alföldi Róbert nem a személyében, hanem csinált egy Nemzeti Színház, az egy valóságos Nemzeti Színház, egy nagy művészeti garanciát adott, rengeteg produkció, és egy csodálatos társulatot épített film. Most akármilyen tehetséges lenne a Vidyánszki, amiben én rendkívül módon kételkedem, mert aki ennyi hatalmat akar fölhapsolni, az előbb kis gömbóc, és aztán művész, ugye? Tehát ő már Kaposvárot tanítja, amit nem tud, aztán mit tudom én, még a Nemzeti Színház igazgatója, a Magyar Teátrumi Társaság, most már folyóirata van, még mit akar? Na most akkor vannak ilyen erőcentrumok, mint a Vidnyánszki, gondolja, hogy az elsimon bír a Vidnyánszkival? Hát a Vidnyánszki rá fog nézni az elsimon székére, és nagyon megtetszik neki, akkor elsimon megint csak költőtárs lesz. A Kulturkampf az a saját emberek között van. Ez történt, amikor a korábbi miniszter úr, vagy államtitkár úr, Szőcs Géza egyszer csak arra ébredt, hogy a film vala pénzét elveszik tőle. Aztán az átkerült a milyen film... Milyen sok magyar film készült? Hát elég kevés, de készül. Nem hát, ez... Készül. Nincs filmszemle, nincs mit bemutatni. Hát bemutatni nincs semmit, hát mondjuk, hogy készül. Hát azért ugye egy kormányciklus az 4 évre szól, a 4 év végén ja, bemutatják. Addig csak lesz. Lesz. Jövő évben lesz filmszemle. De nem ez a baj. A baj, a nagy baj az, hogy rengeteg embert megaláznak. Tehát azokat, akik nem kívánnak Fekete György eléggé radikális kormány jogara alatt lenni, azok nem nagyon szeretnének bemenni ebbe az akadémiába. Van nekik hová bemenni, könyvkiadókhoz bemennek, folyóiratokhoz bemennek, ihletük van mondjuk, tehetségesek, nemzetközi hírük van. Tehát rengeteg mód van, hogy az ember megkerülje az akadémiát, most mondja meg, hogy fognak adni 80 díjat, mert rengeteg pénzük lesz, adjanak. Most közben azt nézem, hogy ezt inkább szó szerint idézem, hogy milyen közleményt adott ki a tegnapi, majdnem lemondattú Fekete Györgyöt. Közgyűlés vagy elnökségi ülés után az MMA elnöksége. Az elnökség tagjai tudomásul vették, hogy az elnök a munka folyamatossága érdekében és a felmerült jogos kritikai észrevételeket figyelembe véve tovább vezeti az akadémiát. Az elnökség tagjai ezt tudomásul vették. Az elnökség tagjai kérik, hogy na tessék innen elhúzni, lemondani és elmenni. Szépen kérik. Kérték. Összeülnek, majd azt mondják egy közleményben, tudomásul vettük, hogy az elnök úr marad. Hát most ez... Majd nézze. Mivel érvelhetett Fekete?
találja ki nekem? Semmit. Csináljunk egy stand-up comedy-t most. Semmit, nem válaszolt. Nem válaszolt. Hanem... Itt azt mondta, hogy maradok? Kész? Nem kellett mondani, azt sem maradok, ő tud hallgatni. Amit akar, az meg tudja játszani. Na de ezt most el tudja képzelni? Azt mondom, Tamás, azt kérem, hogy hagyjuk ezt abba. Menjen ki ebből a stúdióba. Kérem. Ne, Fekete György legyen. Ja. És akkor most mik az érvei? Nem kell neki érvek. Nézze, itt nem az a baj, hogy Fekete György van. Tehát én ilyen határozottan kérek valamit, arra kell valamit mondani. Azt de nem róla szól, a történet, hogy mondják, csúnya magyarsággal nem róla szól. Itt kapott egy testület olyan jogosítványokat, amely jogosítványokat nem szabad másnak odaadni, csak a központosított állami szerveknek, a választott testületeknek. Ezek nem választott testületek, hanem kinevezett emberek. Mindenki, aki abban az akadémia van, akár milyen tehetséges, az kineve. Na de a jogosítványokat megszerezték volna, és az ugyan, ha a bárki van a Fekete György helyén, az ugyanolyan botrány, mint ha ő van ott. Hogy mondjam, németül mondjam, Spielkeineről, nem játszik. Értem, én csak egyszerűen nem tudom elképzelni a szituációt, ezért akartam ebbe a játékba belehúzni, hogy legyen egy kicsit Fekete György. Én most azt mondom önnek, hogy hagyjuk ezt abba, és én már megbántam, hogy egy asztalhoz ültünk, akkor két lehetőség van. Vagy azonnal feláll, és azt mondja, na jó, hát akkor ebből tényleg ennyi elég volt. Vagy itt marad, de akkor valamit mondani kell. Az elnökségi tagok azt mondták, hogy tessék innen felállni és kimenni. Ő ott maradt. És el tudja képzelni, hogy így maradt ott, hogy... Igen. Hát ő hozta nekik nézd, az a Lír királyra menjünk vissza, ugye? Hát Lír királyt megfosztják a lányai, de az mindig ott kering a második felvonásban is, és azt mondja, hogy kérem, nekem jár, mert ő királynak képzel még mindig magát, nekem jár egy nagy kíséret, és bejön 20 ember, és akkor a lánya azt mondja, hogy neked nem jár a 20, az dehogy nem, én vagyok a király. Tehát az ilyen nagy szituációkban, mint hogy ez nyilvánvalóan úgy volt, ezek az ő szüleménye, az ő teremtményei, Reagan és Goneril, ezek nem léteznének a Fekete György nélkül. Most azt mondták, hogy papa... De ezt adhatta menj... a tudtukra? Nem kellett tudtukra, de ők nem tudják. Hát, ezek akkor sem... meg miért, ha tudják, akkor miért kérték, hogy távozzon? Mert megpróbálták a jogosítványt elvenni a papától, de ott lesz... Nézd, a Fekete Györgynek a hosszú jövőt én nem jósolok. De ott fog maradni valakinek a kezébe egy olyan jogosítvány, ami nem járhat semmilyen akadémiának, semmilyen úgynevezett köztestületnek, mert ez egy nézze, ha én az én saját kiskocsmámat egyszer köztestületté tehetném, akkor nagyon rendes alkoholisták vannak benne, de azok tudják, hogy én hoztam az egész kiskocsmát. Ez a magyar kulturális politikában elszabadult valami, és a kulturális politikára, amire nincs nagy szükség, azért az a lényeg, hogy milyen művek születnek. Maga nagyon jól mondta, hogy nem születnek filmek. Tehát születnek nagy művek, és vannak itt nagy alkotók. Filmművészetben is vannak nagy alkotók. De amikor erről beszélünk, hát akkor pont értük aggódunk, értük és a szellemi termékeikért. Persze. Tehát, hogy miközben arról szól most már hónapok óta a kulturális élet, hogy ki kivel harcol, kivel nem, amikor Szakony Károly azt mondja, hogy ilyen még soha nem volt, hogy így egymás ellen fordítsák őket. Ő volt az egyik szekcióvezető, irodalmi szekcióvezető. Hogyne. És hát ugye tudjuk, talán a eddigi legutolsó kilépő volt a sorban. És Fehér László kilépett, és sorolhatnánk. Kornis, hatalmas emberek léptek ki. Erről beszélünk, és nem arról beszélünk, hogy ki mit írt, mit forgatott, mit szerzett, mit énekelt, mit magának festett. Is volt a vendége, az Isten áldotta a parti Nagy Lajos. Azért az ember elolvassa, amikor Eszterházy rá pök, mert azt csinálta az egész MTV a vezetőségére. Éppen az, hogy mi az akadémián kívül azért teremtünk egy kulturális életet, amelyen mindenki figyel. Sok a szolnoki rendőrkapitány. És mi még mindig kurvák... Eszterházy Péter írta, akkor most tudom, egy... Tudom. Nem, csak próbáltam én, a menteni a mentetetlen, hogy... Debrecen rendőrkapitányt hallottam. De most Eszterházy igen. Legutóbb szolnokival írta. Igen. Hát mi valószínűleg, ha nem tesznek tönkre, mert az lehetőség van. Hát nézd, az Alkotmánybíróságot úgy egy pillanat alatt kiürítették. Percek alatt megtörténhet az, hogy elkezdik manipulálni a kiadókat, nem fognak ilyet kiadni. Hát a színházak már a veszteség listán vannak. Azért nem haragszik, azt mondom, hogy Alföldi után az élet egészen más, mint Alföldi előtt az élet. Miért? Mert egy szabad szellem volt ott. És a szabad szellem mondjuk Závoda Pálnak botrás darabja. A művészet darabja. Az? Hát a művészet nem az, ha,
ha nem teszünk köztestület. Érdekes módon a Széchenyi Akadémia is szeretett volna köztestület lenni, és most adok magának is esélyt a szerepjátszásra. Ki akadályozta meg, hogy a Széchenyi Akadémiát bevegyék az alkotmányba? A Széchenyi Akadémiát bevegyék az alkotmányba? Igen, a másik... Értem. Másik művészeti akadémiát bevegyék, az, ugyanúgy, hogy őket bevették az alaptörvénybe. Ki akadályozta meg? Fekete Győr. Hát én tudtam, hogy egy hölgyem lángész lakik önben, uram önben, nem különben. Ugye? Hát igen. Hát akkor most már egy kicsit talán többet értünk a valóságból. Köszönöm szépen, hogy itt. Én nagyon köszönöm.